Üdvözlök szeretettel benneteket. Itt vagyok újra. És nézzük meg akkor a mai igehirdetést. Hallgasd meg, fontold meg, engedelmeskedj. A testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek a tisztelet adásban. Egymást megelőzők. Roma 12:10. Nyaran összeütközött két szovjet hajó a Fekete-tengeren. Több száz utast nyelt el örökre a tenger. A katasztrófa hírét súlyosbította, amikor egy vizsgálat feltárta a baleset okát. Tehát a katasztrófa hírét súlyosbította, amikor egy vizsgálat feltárta a baleset okát. Nem valamilyen technikai probléma volt, például a radar meghibásodása, vagy akár a sűrűköd, hanem az emberi makacság. Mindkét kapitány tisztában volt a másik hajó jelenlétével, és mindketten kitérhettek volna a másik útjából. A hírek tanúsága szerint azonban egyik kapitány sem akart utat engedni a másiknak. Mert ahhoz mindketten túl büszkék voltak. Mire észhez tértek, már késő volt. Ha maga csőnfejű, mindent keresztül vinni akaró ember vagy, akkor gondold végig, amit most olvastál. Igen, ez például, most eszembe jutott egy példa, amit adok nektek. Nagybacomba ugye javítják az utat, és két autó nehezen fér el. És mindegyik autó, mert ugye az aszfalt nagyon pici lett az aszfalt, tehát az út szélén ugye javítanak, és egy pici réteg aszfaltot hagytak meg, ugye éppen egy autó elfér rajta. Két autó már nehezebben fér el. És mindenki ugye ragaszkodik, hogy maradjon aszfalton, senki nem akar ugye letérni az aszfaltról, vagy eszágába sincs, hogy letérjen, vagy nem akarja, hogy letérjen. És akkor megvan ez, hogy ugye mindenki tartja a sávot, az övét, ugye, mármint, hogy mindenki ezt akarja, hogy senki nem akar félrehúzódni, hogy letérjen az aszfaltról, ugye. És akkor meg lehet a probléma, a baleset, hogy összeütközhet, összekoccanhat két autó. Tehát most olyan baleset nem lehet, hogy halálos, vagy ilyesmi. Isten őriz, de megtörténhet, hogy összekoccanás történik, és ugye mindenkinek kellemetlen, hogyha
az autója megüttetődik, meg ilyesmi, tehát bár nem is volt egy olyan, én is igazából ragaszkodtam, hogy én maradjak meg az aszfalton. Volt, amikor ugye félrehúztam, de nem mindig, ugye, mert hát az ember siet, még minden is ragaszkodik, hogy gondolja, hogy a másik, hát a másik félreáll, ugye. Én nem állok félre, de a másik biztos félreáll. Ha nem akarja összetületni az autóját, ugye, de a legjobb, hogyha mind két ember vigyáz, és előzetes, még... Na, tehát jó előzetes lenni, de az a legdurvább, amikor, alig van hely, vagy valami sárhaladnak mellette durván az autók, vagy vannak sofőrök, akik ugye például nagyon durván vezetnek, ugye nem érdekli őket, hogy most sport csinálnak utánad, vagy ilyesmi, vagy ugye hosszú fénnyel is, ugye sokszor a hosszú fénnyel mennek és nem foglalkoznak, az autósok megsütetnek a szemedbe, és még sorolhatnám, igen, hát van példa elég erre, hogy milyenek az emberek, mindenki magát nézi, maga javát, hát ilyen lett ez a világ sajnos. Már nem nagyon van tisztelet a másik iránt, vagy ilyesmi. Ez van, ez ilyen lett a világ. Tehát ez mindenkire vonatkozik, rám is, még másra is. Igen, másokra is. Ez valójában ez így van. Igen, elgondolkozik az ember ezeken a dolgokon, mert ezek érdekes dolgok. Tehát mindig valami érdekes dologgal meglep ez a folyirat. Nagyon tisztelem, nagyon szeretem, aki létrehozta a tervezőjét, aki létrehozta ezeket. Nagyon bölcs ember lehet. És annyira szépen meg van minden fogalmazva benne, ez valahogy hiányozhatatlan szerintem az emberiség számára, hogy hiányozhatatlan kéne legyen ez a folyóirat, csak sokan nem szánnak rá egy-öt percet, hogy olvassanak belőle, pedig az életünk megváltozhat, illetve megváltozik, mondjam úgy, és jóra. Nem érhet baj, hogyha Istenhez folyamodunk és fordítunk legalább egy 5 percet, legalább, hanem egész napunkon, de legalább egy 5 percet. Istent mindig keresni kell, bárhova megyünk, ő velünk van, megvéd, így van, ha bízunk benne. Na nézzük meg akkor. Tovább. Tehát ha makacs önfejű, mindent keresztül vinni akaró ember vagy, akkor gondold végig, amit most olvastál. Tehát ezeket, amit... Igen. Mit jársz azzal, ha egy vitában győzül, de ártasz a kapcsolatnak, vagy el is veszíted azt? Igen. Ha kiharcolod az igazat, de elveszíted a kapcsolatot, akkor minden estől a vesztesség rovatba kerülsz. A mai üzenet tehát ez számodra. A testvér szeretetben lehetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzök. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint, ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. A tisztességre legyen gondotok minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Hm.
Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának. Tehát ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert meg van írva. Enyém a bosszúállás, én megfizetek. Enyém a bosszúállás, én megfizetek. Így szól az Úr. Halljátok. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a jóval a rossz. Ez érdekes. Róma 12, 10, 16, 19 és 21. Érdekes. Elgondolkodtatom mindegyik igai hirdetéshoz. Elgondolkodtatom. Köszönöm, hogy meghallgattatok, minden jót, szép álmokat, és holnap találkozunk akkor. Az Úr áldjon meg benneteket is. És minden jót. Ez is még egyszer megmutatom, nagyon szép, gyönyörű ez. De szép, csodás. Na jó, minden jót akkor. Szép álmokat.